Új fejlemények láttak napvilágot Kylian Mbappé Real Madridhoz való igazolásáról. Alexis Sanchez visszatérhet az FC Barcelonához. Mauro Icardival turbozná fel támadójátékát a Juventus. A Liverpool mesés ajánlatot készült tenni januárban a Realnak Rodrigóért. Üdvözlünk titeket a Tiki-Taka TV-n, ahol a mai videónkban az Unibet támogatásával beszámolunk nektek a legfrissebb átigazolási hírekről. A török sportsajtó szerint az Atletico Madrid januárban 14 millió eurót fizetne a Galatasaray bal szélsőjéért, Kerem Aktürkoluért. A matracosok a Real Madrid elleni derbi elvesztésével a negyedik helyre csúsztak vissza a spanyol pontvadászatban, a Bajnokok Ligájában viszont ott vannak a legjobb 16 között, és állítólag az idény második felére szeretnének erősíteni keretükön. Az egyik kiszemelt a hírek szerint a Galatasaray üdvöskéje, aki villámkarriert tudhat magáénak. Kerem éveken keresztül csak a harmadosztályban futballozott, ott sem kiemelkedően. A 2019-2020-as szezonban azonban megtáltosodott és 20 gólt szerzett, ami elég volt ahhoz, hogy a Galatasaray leigazolja, igaz, transferdíjat nem kellett fizetni érte. Első élvonalbeli idényében 6 találatot ért el, és ez már meghívót ért a nemzeti válogatottba, ahol májusban játszhatott először. Aktürkoglu most ősszel sem játszik rosszul, de azért az összes tétmeccsen elért 6 gól és 5 előkészített találat koránt sem számít extrának, még akkor sem, ha hozzáteszük, hogy a címeres mezben már 3-szor is eredményes volt. Csapata a Galatasaray a bajnokságban csak a 8. helyen áll, igaz, az Európa Ligában megnyerte csoportját, a 23 éves balszélső pedig december elején hosszabbította meg szerződését 2026-ig, már csak ezért is nehéz elképzelni, hogy eladják őt az Atletico-nak januárban. Az sem tűnik túl életszerűnek, hogy a madridiak kifizessenek érte 14 millió eurót, amikor a támadó részlegben ott van Ángel Correa, João Félix, Luis Suárez, Antoine Griezmann, vagy a nyáron megvett Mateusz Kunya. Ugyanakkor a játékos menedzsere a madridi ász megkeresésére nem cáfolta a hírt, igaz, megerősíteni sem volt hajlandó. A Manchester United francia támadójának, Anthony Martialnak az ügynöke a minap elmondta, hogy a szélső a kevés játék lehetőség miatt januárban távozni szeretne, és az angol lapok szerint a Paris Saint-Germain, illetve az Olympique Lyon is érdeklődik iránta. A 26 éves csatárnak ez már a 7. idénye a vörös ördögöknél, és nem váltotta meg a világot az angol egyesületnél, gyakorlatilag csak egyetlen igazán kiemelkedő szezonja volt, a 2019-2020-as, amikor a bajnokságban 17 találatig jutott. Az előző évadban viszont már csak 4-szer volt eredményes a Premier League-ben, a jelenlegiben pedig már alig játszik, és erre csak részben magyarázat az, hogy már több sérülése is volt. A United keretében meglehetősen erős a konkurencia harca csatársorban, hiszen Martial ideálisnak tartott posztján, a középcsatár pozíciójában Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Marcus Rashford és akár még Mason Greenwood is a csapat rendelkezésére áll. Nem csoda, hogy a francia játékos menedzsere Philippe Lambole a napokban a Sky Sportsnak elmondta, hogy Martial januárban távozni szeretne. Ez alig, hanem a Unitednek sem lenne ellenére, elvégre szerződése még 2024-ig érvényes, ugyanakkor éves szinten bruttó 13 millió fontot keres, amivel az övé a 6. legnagyobb fizetés a keretben. A kérdés már csak az, hogy ki hajlandó fizetni érte. A válasz az, hogy januárban valószínűleg senki, mekkor alig, hanem csak egy kölcső jöhet szóba, és a francia RMC Sport szerint az Olympique Lyon erre kapható is lenne. Az angol lapok szerint a Paris Saint-Germain maximum a nyáron jelentkezhet be Martialért, amennyiben Kylian Mbappé távozik, de alig ha tévedünk nagyot, ha azt gondoljuk, hogy ebben az esetben a párizsiak egy polccal feljebb keresik majd a csatársztár utódját. Az olasz Corriere della Sera című lap úgy tudja, hogy az Internazionale támadója Alexis Sanchez januárban kölcsönbe visszatérhet korábbi csapatához, az FC Barcelonához. A chilei játékos a legutóbbi fordulóban megszerezte első gólját a szériában ebben a szezonban, de összességében elmondható, hogy sem ő, sem a klub nem elégedett a jelenlegi helyzettel. Sanchez ugyanis csak kiegészítő embernek számít a milánóiaknál, eddig mindössze 2 bajnokin volt ott a kezdő 11-ben, már pedig ez édes kevés ahhoz képest, hogy a keret egyik legjobban kereső tagja. A chilei éves szinten közel 9 millió eurójába kerül az Internek, nem csoda, hogy az egyesület nagyon szívesen megválna tőle. Alexis egyébként még 2019 nyarán igazolt a Manchester United-től a milánóiakhoz, akik először csak kölcsönbe kapták meg, majd véglegesen is megszerezték, igaz transferdíj nélkül, vagyis az Inter olyan rosszul azért nem járt az üzlettel, elvégre a támadó eddig 84 mérkőzésen csak összehozott 13 gólt és 21 asszisztot a klub színeiben.
Ezzel együtt több játék lehetőséget szeretne, és legszívesebben Spanyolországba térne vissza, ahonnan korábban mindkét sevillai csapattal, a Real Betis-szel és a Sevillával is kapcsolatba hozták. Most azonban állítólag az FC Barcelona is érdeklődik iránta, amely a szívbetegsége miatt a pályafutását befejezni kényszerülő Sergio Agüero helyére szemelte ki. Ez abból a szempontból érthető, hogy Alexis korábban 3 évet már eltöltött a Camp Nou-ban, 2011 és 2014 között 141 összecsapáson 46 talál szerzett, és kiosztott 37 gólpaszt, vagyis a beilleszkedése zökkenőmentes lenne, ráadásul a jelenlegi Barszának még úgy is erősítést jelentene, hogy bőven túl van már pályafutás a zenitjén. Alexis Sánchez távozása már csak azért is jól jönne az Internacionálénak, mert így felszabadulna egy hely a keretben, és a klubnak könnyebb lenne megszerezni főkiszemeltjét, a Sassuolo erősségét, Giacomo Raspadorit. A mindössze 21 éves játékos a nyáron nagy meglepetésre bekerült az olasz válogatott EB keretébe, és bár a kontinens viadalon csak egyetlen alkalommal lépett pályára, így is Európa-bajnoknak mondhatja magát. Azóta már 7-szeres válogatott és a Litvánia elleni VB-selejtezőn első találatát is megszerezte a címeres mezben. Raspadori eddigi teljes pályafutását a Sassuolónál töltötte. Még csak 9 éves volt, amikor a klub igazolt játékosa lett. Az élvonalban 2019 májusában mutatkozott be, és az előző idényben 6 gólig és 3 asszisztig jutott a szériában. Az Inter állítólag már a nyáron bejelentkezett érte, de a Sassuolo ügyvezetője Giovanni Carnevali akkor határozottan kijelentette, hogy Raspadori nem eladó. Azt már csak magában tehette hozzá, hogy egyelőre. A mostani idényben a fiatal támadó 4 gólnál és 3 gólpassznál jár, és az utóbbi időben egyre többször inkább amolyan hamis 9-esként futballozik, mint klasszikus centerként. Saját elmondása szerint Sergio Agüero a nagy példaképe, de játékát inkább Carlos Tevezéhez szokták hasonlítani. Az Inter minden esetre továbbra is komolyan érdeklődik iránta, és akár már januárban megszerezné, ehhez azonban meg kellene szabadulnia Alexis Sánchez-től. Ráadásul a Gazzetta dello Sport legfrissebb értesülései szerint nem Raspadori a milánóiak egyetlen kiszemeltje a Sassuolóból, állítólag vinnék a klasszikusabb középcsatárnak számító Gianluca Scamaccát is. Az Inter egyébként állítólag olyan konstrukcióval szerezné meg Raspadorit, ahogy a Juventus is leigazolta a nyáron Manuel Locatellit a Nero Verditől, azaz egy kötelező érvényű vásárlási opcióval megspékelt 2 évre szóló kölcsönszerződéssel. Francia lapértesülések szerint a Paris Saint-Germain támadójának Mauro Icardinak a felesége és egyben ügynöke Wanda Nara a napokban találkozott a Juventus vezetőségével annak érdekében, hogy az argentin klasszis már januárban a torinóiakhoz kerüljön. Az olasz egyesületnek nagy szüksége lenne egy vérbeli gólvágóra, hiszen a Juventus eddig a szériában 17 forduló alatt mindössze 23 találatot ért el, a középcsatárok közül pedig Álvaro Morata ez idáig 4-szer, Moise Kim pedig csak 2-szer volt eredményes a bajnokságban. Nem csoda, hogy az elmúlt időszakban több támadót is kapcsolatba hoztak a torinóiakkal, így például azt az Icardit is, aki gyakorlatilag azóta szerepel a Juve kiszemeltjei között, amióta 2019 nyarán eldőlt, hogy az Internacionale meg akar válni tőle. A milánóiak azonban nem akarták őt egy hazai riválisnak eladni, pedig állítólag a torinóiak komoly ajánlatot tettek érte, és inkább vételi opcióval kölcsönadták Icardit a Paris Saint-Germainnek, egy évvel később pedig abba is belementek, hogy a párizsiak lealkudjanak valamennyit a korábban lefixált vételárból, és 50 millió euróért adták el korábbi erősségüket. Minden esetre az argentin csatár első franciaországi idényében kifejezetten jól teljesített, elvégre 34 tétmérkőzésen 20 gólt ért el, de az előző évadban már csak 13 találatot szerzett, és egyre többször szorult a kispadra, ami Lionel Messi érkezésével még gyakoribb lett. Icardi a mostani szezonban csak 6 bajnokin volt kezdő, a bajnokok ligájában egyszer sem, és eddig csak 3 gólja van, és akkor a magánéleti problémáival és a feleségével való majdnem szakításról nem is beszéltünk. A jelek szerint a nejével már kibékült, hiszen a menedzserként is tevékenykedő Wanda Nara állítólag nemrég a Juventus vezetőségével tárgyalt egy lehetséges klubváltásról. Arról korábban is sokat lehetett hallani, hogy Icardi legszívesebben visszatérne a szériába, már csak a felesége miatt is, ugyanakkor a transfert megnehezítheti, hogy egyes források szerint, amikor az Inter eladta őt a PSG-nek, akkor a szerződésbe bekerült egy záradék, miszerint ha a franciák továbbadják őt egy másik olasz csapatnak, akkor további 15 millió eurót kell fizetniük a milánóiaknak. Persze lehet, hogy ezt egy kölcsönadással ki lehet játszani. Látogass el a büntető.com-ra és olvass exkluzív interjúkat a sportvilág magyar és külföldi szereplőivel. Emellett elemzésekkel, sportszakmai tartalmakkal, könnyed ismeretterjesztő cikkekkel és portrékkal is találkozhatsz. A linket keresd a leírásban.
A Todorfičák ez szerint a Manchester United új edzője és leendő szakmai tanácsadója Ralf Rangnick szeretné az Old Traffordra vinni az FC Barcelona fiatal tehetségét, Gavit. A csupán 17 éves középpályás az év nagy felfedezettjének számít, hiszen az előző idényben a tartalékok között is csak 2 mérkőzésen játszott, azonban a nyáron felkerült az első csapat keretéhez és Ronald Koeman rendre pályára is küldte. Augusztus óta egyetlen találkozóról sem hiányzott, sőt, többnyire a kezdő 11-ben kapott lehetőséget, amihez persze kellett egy másik fiatal, Pedri sérülése is. De nem lehet azt mondani, hogy Gavi ne érdemelte volna ki a helyét a csapatban a teljesítményével. Olyannyira, hogy Luis Enrique a spanyol válogatottba is meghívta, és már 4 alkalommal pályára is küldte a címeres mezben. Gavi fiatalkora ellenére kifejezetten éretten futballozik, az Barca nevelésként szinte természetes, hogy nagy pontossággal passzol, de a fizikalitás sem hiányzik belőle, és egyre inkább bevállalja a rizikósabb átadásokat is. A Barcelonánál nyilvánvalóan hosszú távon számolnának vele, azonban jelenlegi 2023-ig szóló szerződése hivatalosan még a B csapathoz köti, ami csupán évi nettó 220 000 euró fizetést biztosít a számára. Ez lenne a kisebbik gond, hiszen a klub már dolgozik egy új, nagyobb bért tartalmazó kontraktuson. Komolyabb probléma a Barcelona számára az, hogy a mostani szerződésben szerepel egy 50 millió eurós kivásárlási záradék is, márpedig ezt az angol klubok állítólag hajlandók lennének kifizetni. Korábban az El Nacional arról írt, hogy a Chelsea megadná ezt az összeget, most pedig egy másik, nem túl megbízható spanyol sajtóorgánum a Todorfičák összeellőztette meg, hogy Ralf Rangnick igyekszik meggyőzni a Manchester United vezetőségét, hogy érdemes lenne megadni Gaviért az 50 millió eurót. A manchesteriek amerikai tulajdonosait ismerve, ez azért nagy rábeszélő képességre lesz szüksége. Angol lapértesülések szerint a Liverpool komolyan érdeklődik a Real Madrid szélsője Rodrigo iránt, de az átigazolási hírekben általában megbízható Fabrizio Romano úgy tudja, hogy a madridiaknak eszük ágában sincsen megválni a braziltól. A Real 2019-ben vette meg az akkor még csak 18 esztendős támadót, és meglehetősen nagy összeget, 45 millió eurót fizetett érte a Santosnak. Ez a befektetés egyelőre még nem hozta vissza az árát, mert bár Rodrigo madridi időszaka kiválóan indult, hiszen első bajnoki gólt szerzett, első BL meccsén pedig triplázott a Galatasaray ellen, és első európai idényét 7 találattal zárta, de az előző szezonban már sokkal kevesebbet játszott, igaz, részben comb sérülése miatt. A most zajló idényben egyelőre egyetlen bajnoki gólja sincsen, pedig csak 2 mérkőzést hagyott ki, viszont a bajnokok ligájában 2-szer is eredményes volt, és ebből az Inter elleni gólja 3 pontot ért. Ezzel együtt alig, hanem több játék lehetőséget szeretne, elvégre a La Ligában csak 5-ször kezdett, a Liverpool pedig már hosszú ideje kiszemelte. Olyannyira, hogy az angol klub már akkor figyelte Rodrigót, amikor 16 esztendősen még csak a Santos korosztályos csapatában játszott, később pedig ajánlatot is tett a brazil egyesületnek a támadóért, de a Real Madrid akkor rálicitált a Liverpoolra. Az alapvetően jobb szélsőnek számító, de a bal oldalon is bevethető még mindig csak 20 éves brazil valóban frissítést jelentene a vörösök támadó alakzatában, azonban a madridiak Fabrizio Romano szerint nem akarják őt eladni, sőt, állítólag megkezdték vele a tárgyalásokat egy új szerződésről, mert bár Rodrigo jelenlegi kontraktusa 2025-ig érvényes, a fizetése az alacsonyabbak közé tartozik, csak 3-an kapnak kevesebbet, mint ő. Persze azért nem kell sajnálni Rodrigót, hiszen évente nettó 3,6 millió euró érkezik a bank számlájára. Minden esetre lapértesülések szerint a Pool januárban 80 millió eurós ajánlatot készült tenni a játékosért, akért az angolok állítólag már nyáron is bejelentkeztek, ám az akkori 60 millió eurós ajánlatukat visszadobták a madridiak. Hétfő délután kisorsolták a Bajnokok Ligája 8-ad döntőinek párosításait, és egyértelműen kijelenthető, hogy a sláger párharcot a Paris Saint-Germain és a Real Madrid vívja majd, ami nem csak azért ígérkezik pikánsnak, mert mindkét együttes a fő favoritok közé tartozik a sorozat megnyerését illetően, hanem Kylian Mbappé személye miatt is, akivel kapcsolatban már hónapok óta megy a kötélhúzás a két klub között. Mint ismert, a francia világbajnok támadó a nyáron nagyon közel volt ahhoz, hogy a Paris Saint-Germainből a Real Madridba igazoljon, ám hiába ajánlott kérte a királya 200 millió eurót a transferidőszak utolsó napjaiban, és hiába nyújtott be távozási kérelmet Mbappé klubja vezetőinek, a párizsiak mindezek ellenére sem voltak hajlandók lemondani a 22 éves csatárról. Ez a döntés azért is volt meghökkentő a PSG részéről, mert ez lett volna az utolsó alkalom arra, hogy pénzt kapjon érte, hiszen Mbappé szerződése idén az utolsó évébe lépett, és miután a jelek szerint nem kíván újat kötni, 2022 nyarán szabadon igazolható lesz. Vagyis ebből a szempontból
szempontból a Real egy igazán nagyvonalú ajánlatot tett érte, olyat, amelyre egy piaci alapon működő klub biztosan nem lett volna képes nemet mondani. A párizsiak alig, hanem abban bíztak, hogy a szerződéséből hátralévő egy évben sikerül majd rávenniük a támadót a hosszabbításra, ám ez idáig minden erre irányuló próbálkozásuk kudarcba fulladt. Hiába ajánlottak neki például évi 50 millió eurós fizetést garantáló kontraktust, Mbappé erre is nemet mondott. Ezzel együtt a legfrissebb hírek szerint a PSG vezetése továbbra sem hajlandó feladni, és december második felében újabb szerződéshosszabbítási tervezetet tesznek majd a játékos elé. Ez alig, hanem még kedvezőbb anyagi feltételeket fog majd tartalmazni, már csak azért is, mert gyakorlatilag ez lesz az utolsó lehetőségük arra, hogy meggyőzzék a maradásról, mert hogy január 1-től már szabadon tárgyalhat a kérőivel, ez esetben a Real Madriddal és akár előszerződést is aláírhat a királyiakkal. Ugyanakkor a madridi AS című napilap legújabb értesülései szerint a Realnál a hétfői BL sorsolás után abból a szempontból némiképp változott a terv, hogy inkább megvárják a két csapat párharcának második márciusi találkozóját, és csak azután kötik meg az előszerződést a támadóval. Ennek állítólag az a fő oka, hogy a királyiak nem szeretnék kellemetlen helyzetbe hozni Mbappét azzal, hogy úgy kelljen pályára lépnie a két csapat meccsén, hogy már aláírt hozzájuk, ezzel ugyanis alig, hanem elviselhetetlen nyomás alá kerülne a PSG radikálisabb szurkolóinak a részéről, már pedig a Real vezetői nem szeretnék, ha a játékos traumatikus élményekkel távozna Párizsból. Emellett, ha valóban sor kerül az előszerződés megkötésére, a Real a Paris Saint-Germainre való tekintettel a szezon végéig semmiféle hivatalos közleményt nem fog közzétenni az üggyel kapcsolatban. A madridiak ugyanis nem szeretnék, ha a francia klubbal végképp megromlana a viszonyuk. Ezt az értesülést a legnagyobb francia sportnapi lap, a L'Équipe is megerősítette, amely tegnap arról írt, hogy Mbappé a BL nyolcaddöntők végéig biztosan nem fog aláírni a Real Madridhoz. Hozzátéve azt is, hogy a párizsiak hamarosan újabb szerződés hosszabbítási ajánlatot tesznek a játékosnak, de a legnagyobb esély továbbra is arra van, hogy jövő nyártól a spanyol fővárosban folytatja a pályafutását. Az AS szerint egyébként Mbappé 6 évre, azaz 2028-ig szóló szerződést köthet a madridiakkal, akik magabiztosak azzal kapcsolatban, hogy a játékos őket választja, és bárhogyan is alakul majd a két csapat BL párharcának végkimenetele, az semmiféle befolyással nem fog bírni a támadó döntésére, jövőjére. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára!